Augusztus az aradás hónapja. Idén körülbelül 5 millió tonna nyári betakarítású termény került a tárolókba. Zala megyében 145.400 tonna lett az összes termés. Ebben az időszakban lehet az új búzából először megsütni az új kenyeret, ezért is nevezték el új kenyérhavának az időszakot. A kenyeret a világ minden táján fogyasztják, nálunk a legelterjedtebb a fehér és félbarna kenyér, de egyre többféle alapanyagból kerülnek az üzletekbe a cipók. A komáromi pékség 22 éve készíti a legkülönfélébb bekniket. A dagasztáson kívül mindent kézzel alkotnak meg, és nagyon fontos szempont, hogy kiváló legyen az alapanyag. Mi kovásztal gyártjuk a kenyereinket, meg az adott bevált receptjeink szerint csináljuk, tehát az fontos betartani. Tehát az, hogy minden nap ugyanaz kerüljön a vevő asztalára, az fontos. Kovászolással készül a házi kenyerünk, meg a paraszkenünk, ez a két legsikeresebb ilyen hagyományőrző kenyerünk. Azon kívül nagyon sokfajta roskenyeret, meg ilyen szédrák csökkentett, mindenfajta kenyeret gyártunk. Roskenyérnek is az a titka, hogy mi osztrák rozslisztből dolgozunk, és ez hál' Isten nagyon jó bevált, mert ez teljesen más karakterisztikát ad a rozsos kenyereknek, és ez nagyon fontosnak tartunk. A kenyerek között idén a szénhidrát csökkentett változatok lettek nagyon keresettek, de továbbra is a házi típusúakat vásárolják a legtöbben. Az új kenyér ünnepének egyházi kötődése is van. Augusztus 20-án az új búzából sütött, nemzeti szalaggal átkötött kenyereket megáldják, valamint megszentelik és meg is szegik. Kis László esperes elmondta, hogy az új kenyér ünnepe a középkorban kezdődött. Az egyház július közepén az apostolok szétszéledését ünnepelte, ehhez kapcsolódott az aratás, ennek révén pedig az új kenyér megáldása. Ilyenkor hálát ad az ember a mindenható Istennek, hogy megadta, hogy meglegyen a következő esztendőre az embernek a mindennapi betevő falata, betevő kenyere. És ez a kenyér megáldás egyben hála is a mindenható Isten felé, hogy hát gondoskodott az emberről, és megtermett a következő esztendői élelmiszerünk, vagyis kenyerünk. A kenyérnek tehát szimbolikus jelentése van. Az ember számára nem csak lelki táplálék, az életet is jelenti.